Srácok, akkor kezdünk a pótkocsival, a 300-assal. Szépen felmegyünk és meg fogjuk nézni. Most még nincsenek sokan, úgyhogy szépen üres járatban meg fogjuk nézni ezt a csodát. Szépen üres járatban nincs senki. Nagyon menő pont ilyenkor kezdésre kijönni, nincsen senki. Úgyhogy nyugodtan tudok videózni. Szandék is itt vannak kint. Őket előre küldtem, hogy meg tudjam nézni normálisan a pótot és az esképét. És ott is van Tiszai vasgyár. És így ez a pót. Hát ez egy nagy élmény, nagyon sokat utaztam vele. Most pedig átmegyek a SGP1-re előre. Ezek bécsi villamosok voltak. SGP. SGP E1. 185-ös pályaszámú. Szépen végigviszlek, és vannak ilyen képek. Még a régi időkből, meg a találkozásokból. Ugye itt van bent a FFP, és a másik oldalon pedig még az eredeti járatokból, mikor még a kettes járt. Gyönyörű. Még mindig nosztalgia járat. Valószínűleg fog kint járni. Megnézzük szépen a vezérlőkocsit is. Van is abban a fülkét. A fülke az vad. SGP E1 plusz C3. És most átvándorolok a Tátrához. CKD-tát. Nálam egy kicsit ritkábban látjátok, pontosabban többször volt a csatornán, de így is úgy is ritka a CKD-tátra. KT5 D8. Egyik kedvenc típusom. Egyik kedvenc típusomról van szó. Jó állapotban. És ott lesz a következő állomás. Az új bitbuszunk. Pontosabban egy hasonló jobb típusra fog érkezni. És ott van két retrójárat. Azokat is mindjárt megnézzük. És akkor az Icarus 31, most egy ilyen privátabb jelleg. És akkor most megnézzük az Icarus 31-esnek a vezető fülkéjét. Innen előről van egy könyv az eredeti bőrülésekkel, meg az közlekedési vállalat táblájával. Igaz, én már voltam a retro nyilatnapon, akkor is ki volt állítva, de ennyire privátan nem tudtam nektek megmutatni egyik retro busz sem, hogy nem volt rajta senki. Úgyhogy most szépen megnézzük közelebbről ezeket a muzeális értékű buszokat az eredeti bőrülésekkel, tényleg ott a közlekedési vállalatnak a táblája. Kipróbáljuk, leülünk.
Nagyon oldschool érzés azért. Nagyon régen láttam már így belülről, hogy le is tudtam úgy ülni, hogy nincsen senki. Ott kint pedig a tátra feszít. Csodás. Itt volt a kalauz, a jegyellenőr helye. Jó, király. Menjünk át a másikba. És utána megnézzük a Bitbuszt. Ő lesz az új városi zöld buszprogramos buszunk. Az Icarus 620-as. És őt is meg fogjuk nézni. Eredeti minőségi kiállított állapotában. 620-as. Régi MKV-s felirattal, 95-16 pályaszámmal. Őt is szépen megnézzük, a 620-ast. Ismételten nincsen senki fönt rajta, aminek kifejezetten örülök, mert így meg tudom nektek mutatni úgy, hogy belezavarna valaki, meg hogy a személyiségok belekavarnának az egészbe. Itt a faros része egy nagy lelépővel, egyes tábla, eredeti, nagyon szép. Előző nyitva van, vigyázat, befelé nyílik, feliratok, fogantyú, kapaszkodó, az üveg is nagyon szép állapotban maradt, meg gondolom volt felújítás alatt. Hullon, még a régi reklám is kint van. Betoys. Ide is fogok ülni egy kicsit. Megnézem a kényelmi funkciót. Ott volt a kalauznak a helye. Nagyon rösztek. Kettetős. Most jön a nagy ágyú, az új busz, a BID busz, egy tesztbusza. Ennél modernebb változatban fog érkezni hozzánk Miskolcra a BID-nek a busza a zöld busz program keretén belül. Először megnézzük kívülről. Megnézzük kívülről ezt a csodát, hogy milyen szépen néz ki. És a BID-t körüljárva fogunk felnézni a buszra. BID. És akkor a belső kényelemért a BID-ből a zöld busz programon kereten belül. USB töltő. Betolsz. Betolsz. Itt is mindenhol. Kis alacsony padlós. Ez olyan, mint a papáé. Hátsó tükör. Kamera. Nagyon vad. Jól sikerült ez a busz, de több mint valószínűleg, hogy egy modernebb változat fog érkezni hozzánk. A típusát azt majd a videó leírásában fogjátok látni, meg hogy milyen kiállított darabok voltak itt a videóban. Most innen hátulról, az utolsó sorból fogok egy gyors lüktet. Búképet is az ajtó. Kint van az Icarus. Király. Gyors, fürke nézegetés a BID-buszba. Jaj, ez egy ilyen szabadon benyúlható, tehát így szépen le lehet filmezni. Kívülről van egy kis luk, és akkor így fog kinézni. És most leülünk szépen, kipróbáljuk a buszt. Kiállítással a három busz egy képen, a 620-as szélen, a BID busz és a 31-es.
Kedvéért itt van a Tátra, CKD Tátra is, egy videó legyen közlekedés, ott megy a hűtőház 8-as busz. Azért csinálok még pár vágóképet, ugyanis az SGP-t azt így lehet szépen filmezni. És ugye korok közt, ugye Tiszaival a háttérben, itt a mostani jelen Skoda, a háttérben ott húzódik az SGP, és itt az oldal a Tátrának, ugye egy korok találkozása ebben a videóban.